tulajdonképpen gyűjtöttem ezeket az eszközöket valamikor réges-régen, és felkértek, hogy ebből készítsek egy kis kiállítást. Én ezt megpróbáltam nagyobb formában eladhatóbbá tenni, hogy érdekesebbek legyenek, többen is tudjanak vele játszani, és többen is meg tudják tekinteni őket, úgyhogy így készült el az a kiállítás, amit van körülöttem, és 8 éve járjuk vele az országot. A Játékos Tudomány a Fizika Csodái című kiállításról van szó, amellyel kitalálói mintegy 250 településen jártak már, és most elhozták Paksra is. A Kishegyi úti tagovodában folyamatosan figyelik a kulturális központ program kínálatát, a nagycsoportosokkal látogattak el a tárlatra. Ez mi? Ez az, hogy meg kell dörzsölni. Úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen aktív kiállítás lesz, ahol a gyerekek is kipróbálhatnak különböző eszközöket. Nagyon jól érezték magukat, nagyon szívesen vették birtokukba ezeket a kis eszközöket, nagyon sok érdekességgel találkoztunk mi is, felnőttek, óvónők. A közel 50 féle eszközt felvonultató interaktív kiállítás és játszóház ezen a héten hétköznap 9-től 18 és szombaton 9-től 12 óráig látogatható. A csoportokat előzetes bejelentkezéssel várják, családok, kisebb társaságok, egyéni látogatók enélkül is bekopogtathatnak, és egy jelképes összeg fejében kalandozhatnak ebben a csodálatos világban, amihez tárlatvezetés nem szükséges. Mindegyik játék mellett egy felirat található, ahol elmondják, hogy hogyan kéne használni, mit tapasztalnak, és ennek mi az előzménye, hogy miért történik ott az, ami. Úgyhogy tárlatvezetés nélkül is a kiállítás szövegeit elolvasva mindegyik játék mellett könnyen szerezhetnek tapasztalatokat az érdeklődők. A paksiaknak ismerős lehet a kiállítás, hiszen a szervezők hasonló kültéri eszközökkel már jártak itt városi gyermeknapon. Az eszközparkot egyébként folyamatosan bővítik, mindig vannak új ötletek ahhoz, hogy a fizikát ilyen formában mutassák, szeretessék meg.